Sziasztok, ez itt újra a VR. Eljött a második meccs. Eljött a második meccs, már véget ért a második meccs. Véget is ért. Így van, az Izland Magyarország mérkőzés, miközben hazaértünk Los Angelesből, éppen a meccsre estünk be, úgyhogy végig tudtuk szurkolni a dolgot. Nagyon izgultunk, de végül is döntetlen lett, úgyhogy tovább fogunk jutni. Így van. Úgyhogy eszmetlenül örülünk neki. És köszönjük szépen mindenkinek, aki velünk tartott, és mindenkinek, aki szurkolt a magyar csapatnak, mert sikerült. Úgyhogy alig várjuk, hogy tulajdonképpen megnézzük, vagy megbeszéljük Dárdai Pállal azt, hogy neki mi a véleménye erről a meccsről. Illetve feltegyük a kérdéseiteket. Feltegyük a kérdéseiteket, most is választottunk a kérdéseitek közül, úgyhogy azt is biztosan meg fogja válaszolni. Úgyhogy nézzük, hogy neki mi a véleménye, hogy látta a meccset, illetve meg fogjuk kérdezni tőle, hogy hogy látja a következő meccset, és hogy hogy érzi a magyar válogatottat azt is. Úgyhogy nézzük. Szia Pali! Szia Pali! A vége van a meccsnek. 1-1, döntetlen. Én úgy hallottam, hogy te körülbelül erre számítottál. Ezt hallottuk. Sziasztok! Igen, a meccs előtt 0-0 vagy 1-1 azt mondtam, hogy én azt gondoltam, hogy a osztrák lesz a legkönnyebb ellenfél a forma időzítés alapján, az Izland az keserves, nehéz lesz. Ettől függetlenül szerintem nyerhetünk volna, és a portugál lesz a legnehezebb. Ez valahogy így kategorizáltam be. Jöhetnek a kérdések. Az első kérdésünk nekünk, ami minket nagyon izgatott az, hogy az Izland alapvetően nem tudom, nem számított egy annyira erős csapatnak, viszont ami rettentően erős volt fizikailag a csapat. Ez a 4-4-4-es felosztás láttuk benne abszolút. Tehát, hogy alapvetően ugye 4 védő, 4 középpályás, 4 csatár, és ez szinte áthatolhatatlannak tűnt. Ez csak általános kérdés, hogy amúgy az ilyen jellegű játékot mivel lehet megbontani? Először is az 4-4-2, nem 4-4-4, mert ez akkor két játékossal több. Jogos, ez jogos. Várj, bocs. Szóval azt láttuk, hogy nagyon küzdöttek azzal, hogy hogyan lehet átjutni ezen a dolgon. Ez hogy lehet bontani ezt a dolgot? Ezt úgy lehet bontani, hogy az elején megtapasztalták az ellenfelet, és az edző, én azt hittem, hogy már fél időben, de a Berstrog a második fél idő, a 15. perc után lépett, hozott cseréket, átszervezte a csapatot, és teljesen más rések keletkeznek. Jobban bementünk a boxba, az ellenfél tér felé volt egy jó labdabirtoklás, amiből lettek helyzetek, nyomás alá lett helyezve az Izland. Megérdemelten nyertünk, ha játszottunk volna, hogy 10 percet, vagy döntetlen lett az eredmény, kiegyenlítettünk, ha játszottunk volna, hogy 10 percet, szerintem még nyerünk is. Annyira érezted a dolgot? Szerintem igen. Most a tévé a feleségem azt mondta, hogy nem nézett ki túl jó, főleg az első fél, ezt ott élőbe. Lehetett látni, hogy próbálkozunk, vigyázunk arra, hogy ne legyen labdavesztés olyan területen, amiből baj lehet. Megúsztuk, volt egy szerencsés mozdulat, szerintem nem volt 11-es, berúgták. És azért föl tudtunk állni, és a második földőben teljesen megérdemeltem, még kontrollálták a srácok a játékot, jól játszottak, a Gyugyák a baloldali, hogy átment a baloldalra, rengeteg támadást vezetett, nyomás alatt tartott az ellenfelet, mélységbe jött a Nagy Ádám, a Gera, a Kleinheisler megcsinálta a mozdulat sorait, jobb oldalon meg a végén a Nikolic a gólpassza, az meg fantasztikus volt, meg kivált addig, ami kellett, úgyhogy rendben volt. Ez egy érdekes kérdés, mert mondtál, hogy átkerült végre Gyugyák a baloldalra. Szerinted miért kellett ennyit várni ezzel? Azért, mert hogyha a labdabirtoklásra játszol, akkor általában az egy pozíciós játék az ellenfél térfele környékén, és nem baj, hogy ellentétes lábú szélsők vannak, mert befelé cseleznek, és akkor mögé tud kerülni, üres terület keretkezik a szélső hátvéd. Viszont a Lang Ádám az nem az a típusú szélső hátvéd, aki mögé került. Tehát ott a Balázsnak az első félben azért volt szerintem egy kis baja, mert nem nyílott terület. Ahogy visszavette a bal lábára, mindig ketten voltak rajta, és így a második félben ez így jobban nézett ki. Egy másik érdekesség, ami végül is egy nézői reakciót váltott ki, az volt, hogy még a meccs elején láttunk egy ilyen nagyon laza kidobást Király Gábortól, amikor így megpróbálta kidobni a labdát, és akkor és a lába között így gyakorlatilag kidobta ezt a labdát. Volt, akinek ez egy kicsit így túl laza volt, hogy nem jött ki jól. Gondolod, hogy elbízta volna magát, vagy ez csak közös játék? A Gabi fiatal korában ilyeneket szokott csinálni, kicsit abba hagytam, akkor visszajött a vállalatot, most folyamatosan mondtam, legyél megint laza, úgy, ahogy régen. Én szerintem az ő játék ez hozzátartozik, ebben nincs tiszteletlenség, ebben a csapatnak mutatja, hogy nyugi gyerekek, minden rendben van. Ő már egy ilyen idősebb maci, papa maci, szerintem jó nézett. Nagyot védett ott 0-0-nál, azt most a 10-t befújták, nem volt 11-es, most kicsúszott a kezébe, máskor is kicsúszik, nem kell 11-est adni azért. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó védett, megint megvolt a kisugázás. A kérdés, hogy tud ő is regenerálódni, Gera is, hogy tud regenerálódni a következő mérkőzésre, mert azért ezek már belemennek a lába, mind a pszichés, a mentális felkészítésbe fáradsz. Szerinted ezzel a taktikával, amit most játszottunk... Az Izland, amit játszott ellenünk. Igen, azzal a portugálok ellen esélyesek lehetünk? Ezzel a nagyon erős védekezéssel.
Nem, így, tehát ennyire nem húzod az ellenfél felett magadra, tehát nekünk játszani kell, amit az osztrákok ellen hasonló taktikával meg kell nézni, hogy kezd a portugál, első 15-20 perc, hogy az elmegy, ne legyen baj, aztán nehéz lesz, mert ahogy fárad egy csapat, úgy jön ki a technikai előny, és azért a portugál tudnak passzolni, technikás futballisták talán egy kicsit mozgékonyabbak, mint mi. Viszont nálunk olyan csapategység van, meg funkcionál a csapat, régóta játszanak együtt a cserék is, akik beszállnak, már régóta együtt van ez a szűk keret, tehát ebben nagyon nagy erő van az edző, aránylag jó húzásokat itt véghez mind a két meccsen, ha így megmarad, ez kell egy kis szerencse is, akkor bármi lehet, de én szerintem mi már tovább mentünk, nekünk azt kell nézni, hogy ma hogy alakulnak az eredmények, aztán ennyi. Világos. Rá is térünk a nézői kérdésekre. Itt két Facebook kérdés is kaptunk. Az első kérdésünk az Rigó Alex-től érkezett. Kedves Dárdai Pál, lehetséges-e ön szerint, hogy Izland meglepte a magyar válogatottat azzal, hogy ennyire behúzódik és átadja a területeket a srácoknak? Lehetséges, hogy elsősorban nem erre készültek, és hogy emiatt volt sokkal nehezebb dolguk? Tehát ez gyakorlatilag az előző kérdésre utal, hogy elrontották-e az izlandiak azzal, hogy ennyire magukra húzták a játékot? Szerintem elrontották, de azért rontották el, mert oda beletek döngölve. Tehát fölraktunk még egy csatárt a pályára, a Nagy Ádám is előrébb lépett, akkor már nem voltunk olyan sokan hátul, már nem volt ember előnyük védekezésben, onnantól kezdve léptek mindig egyet hátra. Ez ilyen pszichés is, hogy általában meccs, így nem tud megnyerni a meccset, ha mindig hátra lépsz, előre felé kell védekezni, több esélyed, de elfáradtak. Szerintem az Izland, tehát a magyar csapat jobb kondícióban volt, mind a két meccsen jobb volt a konding, ez is sikerült a stábnak a felkészítésben. Ezek jó dolgok. Itt érkezett egy olyan kérdés, hogy Király, ami ugye 40 éves, nem sokára már biztos kilép a mezőnyből, legalábbis a nézőnk Kun Andris szerint. És az lenne a kérdés, hogy szerinted lehet-e neki utódja, és ha igen, akkor ki lehet az, aki őt tudná helyettesíteni? Nagyon sok jó kapus van szerintem Magyarországon. Nehéz lesz az utódnak, mert a Gabiban annyi év, annyi rutin van ebben a nehéz években, a magyar labdarúgás most ugye sikeres a végén. Tehát nehéz lesz őt pótolni, de vannak nagyon jó kapusok, nem neveznék meg a keretbe, és ott van 2-3 most, ha megnézitek a névsort név nélkül, mind képes rá, tudnak futballozni, jó képességű gyerekek, jó szellembe dolgoznak. Tehát én úgy gondolom, hogy meg lesz az utánpótlás, hogy mikor ez majd elválik, hogy a Gabinak mikor kell majd egy tolókocsi, addig rá a kapuba. Akkor nagyjából ennyit a nézőkérdésekről és a mi kérdéseinkről is, csak egy utolsó dolog, mit jósolsz a portugál meccsre? Azt szerintem nehéz lesz. Én döntetlen elégedett lennék, de ott lehet, hogy benne van az is, hogy nem tudunk nyerni, de meglátjuk. Ott is hogy kezdődik a meccs, ki fog vezetni, mi hogy alakul, ha most mit tudom, a portugálok nyernek, akkor lehet, hogy ők is másképp állnak hozzá. Tehát ezt nem tudom most én megmondani. Hogy alakul a portugál meccs? 1-2, nálunk mennyi sérült lesz, nem lesz sérült. Minden meccs benne van a magyar csapatban az egy gól vagy a kettő, amit tud rúgni a kérdés, mennyit kapsz, eddig jól nézett ki, de a portugál csapat az ebben a csoportban szerintem nekünk kényelmetlen, mert nagyon labdabiztos, nagyon mozgékonyak, tudom, hogy nehéz ellenünk futballozni. Ami nekünk plusz, a szurkolók, az eufória, az egység, tehát ez egy ilyen kis álom most, és ezzel érdemes így tovább utazni. Érdem, hát köszönjük szépen! Köszönjük! És akkor legközelebb a portugál meccs után megnézzük, hogy bevált ez a jóslat. Jó van. Így van. Jó van. Én köszönöm a hívást, sziasztok! Köszönjük! Szia-szia! Na, hát akkor ennyi volt ez a kis interjú Palival. Az fontos, tudatok, hogy folyamatosan megy a Coca-Cola Facebook oldalán egy promóció, ahol nyerhetek egy Coca-Colás, Dárdai Pál által aláírt Coca-Colát, és a kommentelők között sorsolják ezt ki. Így van, és már van egy nyertesünk, és ennek nagyon gratulálunk. Azt meg tudjátok nézni majd a Kóla oldalán, hogy ki nyerte, a Coca-Cola Facebook oldalán, hogy ki nyerte ezt a Dárdai Pál aláírásos kólát, illetve azt, hogy hol tudtok kérdezni, és a többi. Továbbra is fennáll az, hogy a következő magyar meccs közben is lehet kérdezni, abból is ki fogunk választani kérdéseket, és a kérdezők között ugyanúgy ki fogunk sorsolni egy ilyen Coca-Colás üveget, amit Dárdai Pál írt alá. Nagyon szépen köszönjük ismételten a Coca-Colának, Dárdai Pálnak, hogy segített nekünk, és nektek, akik néztek minket, szurkoljuk tovább a magyar csapatnak, tovább jutottunk, ez egyszerűen hihetetlen. Ilyen nincs. Nem tudom, hogy jobbkor nem is csatlakozhattunk volna ehhez a témakörhöz. Nem, tényleg nem. Úgyhogy biztos emiatt van. Tuti emiatt van. Igen. Jöttünk, azt nyerünk, ennyi. Ennyi. Ez van. Úgyhogy legközelebb találkozunk a portugál-magyar meccsen. Így van. Szevasztok!